Nem született döntés a régi piasztér ügyében a közgyűlésen. A képviselők a következő ülésen ismét tárgyalják a témát. A posta nyugati oldala és a célpontárulás közötti terület sorsa évtizedek óta megoldatlan. Az Éve frakció szerint az övezet beépítése segíteni a város fejlődését. Míg a fidesz KDMP arra hívta fel a figyelmet, a döntés előtt a környéken lakókat is meg kell hallgatni. Méltányolva azt, hogy elég jelentős lakossági felszólalás van, van ennek nyoma is az anyagban. Én kérem, hogy a 20-ból, a 20 módosításból ezt a régi piacteres módosítást vegyük ki. Mint az Balog László polgármester elmondta, a jelentős lakossági felszólalás érkezett az ügyben. Több lakóközösség, valamint vállalkozások is megkeresték a hivatalt a térbeépítésével kapcsolatban. Van. Fodor Csaba, az éve frakcióvezetője szerint, voltak ugyan jogos felszólalások a témában, ezek azonban nem elegendők ahhoz, hogy az önkormányzat ne hozza meg a döntést. Én azt gondolom, hogy egy városnak a dolga az, hogy egy megfelelő belső, eh, hogy nem megfelelő épített környezetet biztosítson a belvárosában, meg a, meg, meg a külterületein is, mert ez, ami itt van a piacon, azért ez most minden, csak nem megfelelő minőséget jelent a városnak. Fodor Csaba arra emlékeztetett, árkádos jellegű lakóépületek, üzletek kialakítása volt tervben a régi piactéren, nem pedig park kialakítása. A lakossági jelzések figyelembevételét mindkét frakció fontosnak tartotta hogy ahogy úr beterjesztett napi rendi pontot, a többit engedjük az útjára, a meg ezt az egyet egy hónap múlva hozzuk vissza, főépítészül pedig összehívja a konferenciát, a bizottság lefolytatja a, a találkozót és szépen akkor itt egy konszenzusos be. A képviselők abban egyetértettek, egy értékes, kihasználatlan, frekventált helyen lévő területről van szó, ami nagyon rossz állapotban van. A problémával kapcsolatban bővebben Fodor Csaba, az éve frakció vezetője tájékoztatta híradónk. Azért volt vita, mert az lejárt, határidő lejártát követően jelentkeztek lakók, illetve a társasházak, hogy ő nekik nem tetszik ez a beépítés. Minket is megkerestek, engem is, de ott kifejezetten az volt a probléma, hogy úgy látszott a tervem, hogy a posta melletti bekötő út, ami beint az Aradi udvarban, meg parkolókhoz, hogy az megszűnne. De nem szűnik meg, tehát az az út továbbra is megmarad. Maga a beépítési lehetőség azért természetesen csak a piac szörnyletére vonatkozna, tehát ez az út, ez a feltáró út megmarad. Na, mégiscsak azért úgy gondoltuk, hogy akkor halasszuk el az egész döntést egy hónappal, és a szeptemberi végi közgyűlésen foglalkozzunk ezzel ismételten. A városotják a módosító javaslatot, amely szerint a teljes dokumentum visszakerül a következő testületi ülésre, 14 igennel és 1 nemmel fogadták el.